Kedves nézőink, a mai műsorban szeretettel köszöntöm ismételten Pulis József polgármestert, aki Csészharaszt községet vezeti, irányítja. Köszöntöm a műsorban. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőnket. Sok mindenről fogunk beszélgetni polgármester úrral, többek között összegezzük a járvány ideje alatt meghozott intézkedéseket, és aztán hogyan állt újra talpra a település, de szó lesz majd támogatásokról, megvalósult, illetve várható fejlesztésekről is, és egy picikét belemélyedünk a költségvetésbe is, amit megnézzük, meg fogom kérdezni polgármester úrtól majd, hogy mennyire kellett átalakítani a veszélyhelyzet ideje alatti döntések miatt. Hát akkor kezdjük rögtön a veszélyhelyzettel. Ugye két alkalommal is a televízión keresztül tájékoztatta a lakosságot polgármester úr, hogy mi minden történt. Összegezzük, melyek voltak a legfontosabb lépések ebben a 98 napban. A veszélyhelyet én először is nagyon megköszönöm a Csészharaszt lakosságának a türelmét és a megértését, illetve az, hogy úgymondva nagyon korrektul álltak a dolgokhoz, tehát betartották a szabályokat, amikor voltak intézkedések, akkor azokat tudomásul vették. Nem volt az a nagy nyüzsgés a településre, ténylegesen csak olyan szinten volt mozgás, ami szükséges volt, és ez azért meg is mutatkozik azon, hogy Csészharaszton nem volt koronavírusos beteg, tehát ilyen visszajelzést a háziorvosoktól se kaptunk, úgyhogy ez mind a lakosságnak jelent köszönetet, hogy tényleg ezt így ennyire türelmesen viselték. Természetesen mindenki várta már a végét, hogy mikor lesz ennek a járványhelyzetnek vége. Most már látszik, hogy azért mindenki felszabadultan próbálja a hétköznapjait újra a megszokott mederben élni. Maga intézkedések, ugye folyamatosan jöttek a kormányzat részéről a szükséges kormányrendeletek, tájékoztatók, ajánlások, ezeket mind próbáltuk a lakosság felé is kommunikálni, akár szórólappal, akár folyamatosan Facebookon vagy honlapon keresztül, így a lakosok is értesültek arról, hogy tényleg milyen intézkedések vannak, hogy ugye így a betartása is így könnyebb volt részükről. Meg volt a megfelelő higiéniás feltételek biztosítása, az önkormányzat maszkot vásárolta a családonként a lakosok részére, fertőtlenítőszerek megvoltak, a közösségi tereket, játszóterek, buszmegállók folyamatosan fertőtlenítve voltak, a háziorvosok részére meg lettek vásárolva azok az eszközök, ami szükséges volt ahhoz, hogy biztonságosan el tudják látni feladataikat. Úgyhogy az óvoda intézmény, mikor már ügyeleti rendszerbe kinyitott, ott is a megfelelő fertőtlenítés folyamatosan biztosítva volt, tehát maximálisan megpróbáltunk mindent megtenni annak, hogy legyen fertőzés, és ez vissza is jött ebbe a szempontból, hogy a lakosság részéről is egy megnyugvás volt, tehát nem volt olyan jellegű probléma, hogy itt most bármi veszélyhelyzet olyan szinten kicsúcsosodna, hogy itt félnének esetleg a lakosok, hogy valami történik a településen, és mondom avval, hogy nem volt ilyen szintű járványos helyzet a településben, de nem találtak fertőzöttet, így ez vissza is igazolódott a településünkön. Mennyire sikerültek az újraindítások, könyvtár, óvi, egészségügyi intézmény? Minden, az óvoda is először az ügyeleti rendszerbe indult, amikor csoportonként ugye 5 főt lehetett, tehát 3-szor 5-15 fővel indultunk el. Utána, amikor már teljes körén kinyitott, most ilyen 80 fő felett van az óvoda beiratott létszám kerete, ahhoz képest ilyen 50-60 között van. Ugye nem mindegyik szülő igényli, vagy az iskoláskor gyerek miatt amúgy is vigyáz rá, illetve most már nyári szünet elkezdődött, tehát egy 50-60 fő felett működik az óvoda is, folyamatosan nyáron nyitva lesz az óvoda. A könyvtár is most már elindult az időseknek is ott a megfelelő, az örömtánc, az éneklés, tehát a programok is elindultak. Az önkormányzati hivatal is folyamatosan most már rendesen nyitva van, tehát az ügyfélfogadás az meg van tartva. Természetesen a járványhelyzet alatt is tudtuk fogadni az ügyfeleket, amikor a telefonon, ha nem tudott intézni valamit, akkor személyesen tudtuk fogadni, tehát nem voltunk zárva a hivatalnál. A posta is működik, a gyógyszertár egészségügynél működik még a háziorvosoknál a telefonos előzetesen az időpontfoglás, de ez egy nagyon jó visszajelzés, az orvosoktól, háziorvosoktól kapott visszajelzés alapján, ez egy nagyon úgymond jó működő rendszer, tehát nincsenek problémák, ha mégis hirtelen valakinél történik probléma, akkor azt tudják fogadni, de akár a védőnői szolgálat is megfelelően működik, az oltás, oltó programok elindultak,
tehát a családsegítő szolgált is, most már az egyéb ügyfélszolgálatok, akár a hulladékgazdálkodás részéről, akár az ügysegéd is most már elindul, ami havonta egyszer volt Séfarasz ügysegédszolgálat. Tehát minden úgymond, ami személyes ügyintézést érintő a lakosság részéről, azok már mind elindultak a településünkön. Ugye akár tetszik, akár nem, ebben a járványos helyzetes időszakban meg kellett szoknunk azt, hogy személyesen ugyan nem mehettünk be ügyet intézni, kénytelenek voltunk e-mailben, telefonon, vagy bármilyen más módon megoldani, de elektronikusan az ügyek intézését. Ezeket továbbra is fenntartja mondjuk a polgármesteri hivatal, hogyha csak egy egyszerű kérés van, akkor azért ne kelljen mondjuk bemenni, tehát jó volt, és akkor ezt persze helyén kell értsük, ezt a jót, hogy ez a 98 nap ez így telt el, hogy személyesen nem találkozhattunk, de elektronikusan intézhettünk mindent? Jogszabály írja elő, hogy bizonyos ügyekben milyen formában lehet eljárni. Most a járványhelyzet, a veszélyhelyzet kormányrendelet megszüntével ezek visszaálltak a normál kerékvágásba, tehát úgymond bizonyos közigazgatási hatósági eljárásban továbbra is már a hagyományos papír alapú személyes vagy eljárás mód van, tehát itt már nem tudjuk biztosítani azt az elektronikus kapcsolattartást, ami volt eddig, de természetesen amiben lehetőség van, eddig is biztosítva volt, hogy akár telefon, akár e-mailben jelezzenek a lakosok az önkormányzat felé, hogyha bármilyen problémájuk van. De sajnos mondom, tehát a úgymond akár a szociális kérelmeknél is például a személyes, ugye ott nyomtatványok, egyébként bemutatás, az továbbra is már a normál kerékvágás szerint, tehát papír alapon személyes ügyfélfogadással történik, vagy postai alapon, tehát postai úton, tehát az a része működik. Beszéljünk egy picit még ebben a 98 napban, ugye meg kellett oldani a közétkeztetést is minden egyes önkormányzatnak, ez saját hatáskörben, saját feladat lett, és ha jól tudom, akkor ez a nyári időszakra a diákok, gyerekek tekintetében továbbra is fent kell, hogy maradjon Csékharaszton, és így van? Tehát úgy működik, hogy ugye június 26-áig volt köteles az önkormányzat biztosítani a közétkeztetést a gyermekek részére. Na most nekünk ezt úgy sikerült megoldani, hogy ugye 15-ig tartott az iskola, addig ment a normál iskolai rendszerbe, amíg a járványhelyzet volt, addig étel dobozokban lett közvetlen kiszállítva a részük, amint ez már feloldódott, akkor már ugyanúgy a napközi otthonban volt az étkeztetés részükre. Most ugye 16-ától volt egy általános iskolai tábor, ott volt biztosítva a gyerekeknek az étkezés, a múlt héten pedig szintén volt egy a családsegítő szolgálata tábor, aminek szintén biztosítva volt az étkeztetés. Ott van egy, az államkincstár felé van egy úgymond egy kérelem, vagy egy ilyen egyeztetés, hogy egyáltalán azt, ami a 26-ig belefér, hogy ezt el tudjuk-e számolni a költségvetésre, vagy nem, tehát hogy a támogatás szempontjából. Jelen pillanatban meg már Csékharaszton nincsen olyan hátrányos helyzetű gyermek, aki a szünidőben kérné az étkeztetést, tehát nálunk ez most így már téli szünetben se volt, de most sincs. Viszont az óvoda, amivel folyamatosan üzemel, az óvodásoknak természetesen a napi háromszor étkezés, az továbbra is egész nyáron biztosítva lesz. A táboroknál meg úgy van megoldva, hogy a tábor szervező intézi a gyermekeknek az étkeztetését. Ez valamikor a mi általunk biztosított közétkeztetésen keresztül, valamikor meg egy másik közétkeztetési vagy cégen keresztül biztosítja az étkeztetést. Polgármester úr olyan sokszor emlegette a tábor szót, hogy akkor át is térünk most gyorsan a táborokra. Meddig van biztosítva a gyermekfelügyelet azáltal, hogy a különböző egyházak, civil szervezetek táborokat szerveznek? Csékharaszton szerintem most a tavalyi azt is képest is egy sokkal jobb helyzetben van, ugyanis június 15-én lett vége hivatalosan az iskolának, és 16-át, tehát június 16-át egészen augusztus 7-éig folyamatosan minden héten 8-tól 4-ig van napközis táborok, étkezéssel, valamelyik térítéssel, valamelyik tétésmentesen, úgyhogy így augusztus 7-ig teljes körülön a gyerekfelügyeletet meg lehet oldani. Itt többféle tábor van, tehát vannak sporttáborok, néptánctáborok, vannak az iskoláltal szervező, családsegítő szolgálat, civil szervezetnek táborai. Ami térítési díjas, az is a csékharaszti gyermekek részére nagyon kedvező díjon lehet részt venniük, tehát és a teljes ellátással, felügyelettel, étkezéssel, tehát így a szülőknek úgy gondolom a járványhelyzet után ugye a szabadságokat kevesebb vagy ki kellett venniük, és főleg mivel az óvoda is működik folyamatosan, így meg tudják oldani a gyerekeknek a felügyeletét.
Általában egy-egy ilyen tábor milyen létszámmal működik Cséfharaszton? Erről van valamiféle kimutatás? Mennyien veszik igénybe a Cséfharaszt a gyerekek közül? Amit kaptam eddig visszajelzést, átlagosan 30 fő körül veszik igénybe. Ugye mivel van óvoda, így az óvodások kevésbé, mert ugye részükre ugye az óvoda az biztosított. Az iskolások közül meg olyan körülbelül olyan egyharmada az iskola létszám, tehát olyan 90 fő felett van jelenleg az iskolásoknak a létszáma, tehát olyan egyharmad fővel működik a táborok, tehát 30 fő körül szokott lenni egy héten. A civil szervezetek, vagy akár a táborszervezők is, mert ugye nyáron ez az egyik legérdekesebb dolog, támogatáshoz juthatnak az önkormányzattól. Mekkora összeg volt előirányozva a költségvetésben 2020-ban arra, hogy ilyen jellegű kéréseknek pénzügyi fedezetet tudjon biztosítani az önkormányzat? Cséfharaszton átlagban úgy évente 5-6 millió forint körüli összeget szállunk a civil szervezeteknek a támogatására. Idejében is 6 millió forintot biztosítottunk részükre, tehát a költségvetést úgy készítettük el. Tekintve, hogy az első fél év az elég elúszott, tehát több program elmaradt, így végül is beérkezett ez az összegű kérelem, de aztán a civil szervezetek az elmaradt programok miatt ebből úgymond visszafaragtak, és egy olyan majdnem 3,5 millió forint összegről döntött a képviselőtestület a idei támogatások terén. Itt benne vannak a táboroknak a támogatása is, benne vannak akár már majd az adventi műsornak a támogatása, de akár van olyan, hogy a közép, illetve felsőfokú iskolába járóknak ilyen tandíj támogatást, ugye ez itt már csak a második fél évre fog működni, tehát az idei tavaszi az elmaradt, tehát elég sokrétű támogatást biztosít az önkormányzat. Ami megmaradt ebből a 6 millió forintos tételből, azt az önkormányzat a következő évre át tudja rendezni 2021-re, vagy azt idén felhasználja bármi másra? Az önkormányzat miánk szeptemberben lesz az első fél éves költségvetésünknek a tárgyalása, akkor szoktunk egy módosítást végrehajtani, hogy látjuk az első fél évnek a számait. Mindenképpen ez a csoportosításra kerül, tehát hogy a tartalék biztosító legyen, tehát akkor más programokra vagy más egy jellegű kiadásokra lesz majd átcsoportosítva. Hát úgymond, ha nem, tehát amennyit kértek, ugye arra készül a támogatás, tehát mi többet nem tudunk biztosítani, illetve nem is nagyon szokott már így össze befutni, tehát elég jó fel van mérve, hogy milyen támogatást kérnek a civil szervezetek, és az úgy ténylegesen felhasználásra is kerül, tehát nem szokott olyan probléma lenni, hogy mondjuk az év másik felében még újabb támogatásért jönnek felénk. Nagyon nagy gond volt minden egyes településen, többek között Cséfharaszton is, hogy számos programnak el kellett maradnia, mert hogy a kormányrendelet előírta, hogy milyen szabályok mellett sem lehet megtartani a rendezvényeket. Aztán most már azért úgy tűnik, hogy minden településen körvonalazódik, hogy körülbelül mi az, ami megrendezhető lesz, mi az, amire egyáltalán belemernek vágni, mert hát azért azt tudjuk nagyon jól, hogy egy leszervezett, leszerződött előadóval nem egy egyszerű dolog, még ha oly mértékben járványhelyzet, veszélyhelyzet van sem, szerződést bontani. Mi az, ami elmaradt program itt ebben a 98 napban? Lényegében a március 15-i program lett volna az első legnagyobb programunk, ami az általános iskolások is nagyon készültek rá, azzal indult, hogy pont az maradt már el első körben. Ezt követően ugye a majális, nálunk szokott lenni egy elég nagy majális, külön játékokkal a gyerekeknek, kirakodóvásár, tehát sok sportprogrammal, úgyhogy az volt a másik fő program elmaradt. Hát azon kívül ugye a ballagás az iskolásoknak, meg egyéb sportprogramok, ami a Magyar Falu program pályázatában keretében voltak kiírva hónapról holnapra. Elsőként, ami most viszont elindult, az a Trianon volt a 100 éves évforduló alkalmából, ami tényleg egy utolsó percben jött, de az volt a szerencsénk, hogy ami le volt szervezve program, azok újból vissza tudtuk élesíteni a könyvtár vezető asszonyunk segítségével, és így a Trianont már méltó módon meg tudtuk ünnepelni. Erre nem is volt korlátozás, bár ugye Cséfharaszt település nagysága miatt is azért a nagy tömegre nem kell számítani. Most pedig, ami a fő attrakció lesz idejében, én bíztam is benne, hogy az augusztus 8-ai falunapot nem kell lemondani, mert az évvel nagyon készültünk rá, nagyon sok fellépőt leszerződtünk, úgymond teljesen készen volt szervezve, már csak ilyen apróbb kiegészítő játékok vagy egyéb programoknak nem hiányzott még a szerződése.
Ugye ezt próbáltak az utolsó napig, ugye 30 nap, ahogy említetted, hogy 30 nap a szerződés felbontási határidő, úgyhogy így próbáltuk, hogy hát ha július elejéig kiderül, hogy ebből mi lesz, de szerencsére ugye jött az a lehetőség, hogy 500 főig már engedélyezettek a programok, ráadásul ez egy kültéri program, kint a focipályán, szabad levegőn, és azért 500 fő az egy, az már sok lenne, ha már tényleg cséphalasztani egy olyan színvonalú programot sikerül, ami 500 fő fölé menne, úgyhogy így ebbe a keretbe beleférünk, tehát az augusztus 8-a falunap meg lesz tartva. Egy fellépünk volt, aki visszamondta az elmúlt időszakban, nem indokolta különösebb képen, hogy miért mondta vissza, egy kicsit csodálkoztam is rajta, mert úgy gondolom, hogy a fellépők is most végre már ezt várták, hogy tudnak ismét koncerteket adni, vagy rendezvényeken részt venni, de szerencsére az is nagyon gyorsan meg tudtuk oldani, hogy egy másik fellépőt helyére, az pont tennapi napon lett a szerződés aláírva vele, úgyhogy így a falu nap az teljes körön meg lesz tartva. Augusztus 20-a a következő program, az tavaly is volt az új kenyér ünnepe alkalmában, az egy kisebb, szerényebb jellegű program, egy gulyással, egy kenyérszenteléssel, egy kis énekléssel várjuk majd a szabadidőparkba a település lakosait, illetve szeptemberben továbbra is alszületi felvonulás és bál, az terve van, tehát az lenne a következő műsor, és aztán ősszel, ahogy idősek napja októberben, aztán jön az advent, előtte még az október 23-ai megemlékezés, illetve az iskolának augusztus vége felé tartanák meg az elmaradt ballagást, aztán 28-a, most ez pontosan így nem nincs a fejembe, úgyhogy bízunk benne, hogy így most visszaindul legalábbis minden, úgyhogy remélem, hogy így a lakosok is végre akkor ebben is látni fogják, hogy fel tudnak szabadulni egy kicsit, hogy végre ez a járványhelyzet után tudnak egy jót szórakozni. Polgármester úr, nagyon-nagyon előre szaladt az időben. Augusztus 8-ára térjünk még vissza a falunapra. Hány órára kell megérkeznie a lakosságnak a sportpályára, és egyáltalán mi minden fogja ott várni őket? A falunapon délelőtt kezdődik a hát úgymond futball sport jellegű műsorra szoktunk kezdeni. Itt a színház válogatott, a Nemcsák Károlyék vezette színház válogatott továbbra is biztosította, hogy ők fognak majd egy kis futball játszani itt a cséfaraszti focistákkal, avval kezdődik a nap, és lényegében utána déltől folyamatosan, tehát jön a Bóbita együttes a gyerekeknek programmal, lesznek a településen, akár az időseknek lesz majd egy ilyen éneklés, Hunkundens fog fellépni, ami egy ilyen látványos... Nagyon jók! Egy ilyen látványos show műsort fognak előadni, úgyhogy egy ilyen táncos elemekkel, és utána pedig délután már kezdődik, most gondolkozok, azt hiszem 5 órakor a Burai Krisztián lesz, hát a fiataloknak ugye, tehát mindig úgy próbáljuk a repertoárt most már összeállítani, tavaly ez így bevált, elég sok létszám volt a település, tehát a faunapon, hogy van egy ilyen a fiatalabbnak, akik ez a úgymond felkapott új sztárokkal, van egy, ami egy ilyen vegyesen, tehát több korosztályt átfedően, ez lenne majd a Zoltán Erika, és a végén pedig egy nótásabb jellegű, ez pedig a nótár Méri mondta vissza, viszont helyette a Kacor Ferenc lesz, majd ő már volt nálunk cséfaraszton, és akkor utána pedig este 8:30-9-től, ezt majd le kell egyeztetni, egy hajnal 2-ig pedig egy ilyen zenekarral lesz a talpanál való, aki még éjszaka is fogja bírni a ennyi program utána a táncot. Tehát akkor augusztus 8-án nyugodtan üssék fel ott a naptárt, és írják be, hogy Cséfharasztra át kell ugrani a falunapot megnézni, ha nem is a teljes napot ott tölteni, de legalább egy-egy részletét, biztosan nagyon izgalmas és nagyon jó hangulatú program lesz. Sokat beszélgettünk mi a veszélyhelyzet ideje alatt arról, hogy milyen fejlesztéseket lehet ebben az évben megvalósítani, mi az, amire a költségvetés egyáltalán lehetőséget ad. Pályázatok beindulnak-e már ahhoz, hogy továbbiakat lehessen véghez vinni még idén? A pályázatok terén mi a Magyar Falu programba az útra adtunk be pályázatot, a Jókai utcának az újraaszfaltozására. Még erről még vissza, tehát nem érkezett még a döntésről semmilyen tájékozható. Ahogy láttuk, hogy most haladnak sorba, hogy az orvosi eszközök, az orvosi intézmények felújítása, tehát előbb-utóbb már most ez jön sorra, hogy meglátjuk, hogy sikeres volt-e a pályázat.
Viszont most jött egy az önkormányzatok intézmény fejlesztésével kapcsolatos pályázat, ezt most a héten fogjuk beadni. Itt konkrétan a képviselőtestület döntés alapján a napközi, tehát a Csicsergő napközi otthonos óvodának egy napelemes rendszer kiépítésére kérjük a támogatást. Ez egy 25% önrészt kell biztosítanunk, ez egy majdnem 5 millió forintos, egy 4,5 millió forint bruttó összegű beruházásról van szó, aminek egy közel 1 millió forint lesz az ön részünk, de így az óvoda is egy olyan intézményünk lesz az összes többi mellett, ami lesz napelemes rendszer, mert jelenleg valamennyi intézményünkön már van napelemes rendszer, és ez a önrész is, egy, ahogy kalkuláltuk, egy 2 év alatt meg fog térülni, mert egy olyan kapacitást számoltunk ki, hogy az éves villamosenergia fogyasztás fölé számoltunk egy körülbelül 30%-kal, ami részben amiatt is, hogyha a fűtéskorszerűsítést át tudnánk tenni akár egy villanyboileres vízmelegítő rendszer, akkor annak az áram, villamosenergiát is a napelemből tudnánk pótolni, és akkor nem a gáz kéne fogyasztani, illetve egy hőszivattyú megoldásra mennyibe a szigetelést az óvodánál tovább folytatnánk, hogy megcsinálnánk, akkor a hőszivattyúnak is kell egy villamosenergia felhasználás, és ezt is akkor a napelemes rendszerből próbálnánk. Ennek most június 10-e a beadási határideje, októberig van az elbírálás. Én, ahogy fel van sorolva, hogy mit jelent, tehát milyen előnyök vannak felsorolva, ugye akár a 70%-os óvodakapacitás, mert nálunk 100% ott eléri az óvodakapacitás, sőt felett is, mert 75 főhöz képest 83 fővel üzemel az óvoda. Azon kívül meg ugye megújuló energiára vonatkozó beruházás, illetve az óvodaépület az az egy pont, amiatt mert nincs ilyen napelemes rendszer, tehát a fűtés meg a villamosenergia az nem megújuló forrásból van, például ES környezetvédelmi besorolású. Tehát úgymond mind próbáltuk arra fókuszálni, hogy az esélyek minél jobban, minél nagyobbak legyenek az esélyeink, úgyhogy én pozitívan állok hozzá, úgyhogy remélem, hogy ez egy sikeres pályázat lesz. Itt egy 30 millió forinttal lehet pályázni, ahhoz képest a miénk nem egy olyan nagy volumen összeg, és ebben a pályázati keretben egy, azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt már volt, akkor útra adtunk be, a Petőfi Sándor utca például ebből a pályázatból lett megújítva. És akkor a Petőfi Sándor utcai útfelújítás az egy mostani program? Mert erre most megmondom őszintén, nem nagyon emlékszem, hogy miről beszélgettünk majdnem 100 nappal vagy 150 nappal, már ki tudja mennyivel ezelőtt, de mi volt az a beruházás, amire büszkén el tudjuk mondani, hogy igen, Cséfharaszton ez most itt megvalósult. Veszélyhelyzet ide, veszélyhelyzet amoda. Ami volt, az elmaradt az óvoda meg az iskolánál ütéscsillapítók, hogy a játékok alá nem volt mindegyik. Azt tavaly mi pályáztunk a faluprogramba, akkor igen, nem nyertünk. Igen, az idei költségvetésbe azt beépítettük, az egy 3,5 millió forintos összegről van szó, az meg is valósult. A másik dolog, ami szintén megvalósult, az ABC előtti területnek a új járdával, tehát a díszburkolat a járdával volt ellátások, nagyon rossz minőségű területezett járdák voltak, ez is megvalósult, illetve ott még további fejlesztések lesznek, az üzemeltető, tehát aki az üzlet, az egy elég jó kapcsolat alakult most ki, tehát hogy lényegében közös az érdek, hogy a település központi részén egy szépen, tehát hogy szép legyen a környezete az áruháznak, és akkor ő ott leaszfaltozta körbe, most a járdát megcsináltuk, ő fog vásárolni részünkre csemetefákat, mi padokat veszünk még hozzá, ott is ilyen edényzetben virágok lesznek kitéve, tehát hogy szépen meg lesz újítva az a rész is a településnek, így akkor a teljes település központi része az egy szép kulturált terület lesz majd, tehát ami öröm lesz ránézni. Virágládákat vásoltunk, egy kicsit úgy elkezdtünk virágosítani a településen, itt úgymond a Csillagsaroknál, a Kossuth Lajos út végén egy virág edénnyel, akkor történt még a járdák ügyében lesz majd, mert legalábbis bízok benne, hogy lesz majd előrelépés még. Itt a pályázaton most nem tudtunk indulni, mert nekünk a legproblémásabb járda az a Kossuth Lajos utca, az egy magyar közút tulajdona. Tehát így egy kicsit hátrányban vagyunk, hogy a település fő utcája, de nem a mi tulajdonunk. Tehát bármilyen beruházás, akár egy árokásás, akár egy kocsi bejáró, tehát bármi ezt hozzányúlnánk, az kell engedély a magyar közúttól. Ez a ABC előtti járda szakasz, ahol a szerencsénk, hogy ott egy rész, ott beljebb megy a járda, tehát nem pont egy vonalban, az pont a mi területünk volt.
illetve a többi részen is sokkal bentebb található, meg kicsit másabb az, amikor egy meglévő járdaszakaszt újítunk fel, vagy egy újat építünk. Tehát hogy kicsit megvan ez a jogi tekervény ennek a dolgoknak. Elindult a közvilágításnak a korszerűsítése. Itt a teljes településen lesz a közvilágítás, korszerűsítés LED-lámpákkal, valamennyi lámpa, valamennyi villanyoszlopon, tehát ugye mellékutcákban általában minden másikon volt közvilágítás, valamennyi oszlopon lesz közvilágítás. Ez most szeptember végére van, úgy néz ki, hogy alig lesz a hatály, tehát alig fogják elkészíteni, az E.ON lesz itt konkrétan, aki fogja a beruházást végezni. Elindul most a napközi otthonnak a konyhának a felújítása, ez a jövő héttől fog elindulni, hogy most így a táborok engedik, hogy nem nincs szükséges a közékeztetésre. Itt hát egy teljes műszaki tartalommal történő felújítás, tehát nem csak a padlózat, a csempe, a teljes csőhálózat, elektromos hálózat, tehát teljes körül felújításra kerül. Lényegében egy 50 éve, amikor az eredetileg épült, annak a technológiájával van ott most ellátva. Illetve a tanulószobának a lineóneum az annyira rossz minőségű már, hogy az fog egy teljesen új lineóneumot kapni, és akkor így hosszú távon is biztosítva lesz az, hogy a közékeztetés a gyerekeknek akkor egy biztonságos, komfortos helyen fog zajlani, ott egy motorbeszerzések lesznek majd, tehát egy eléggé sokrétű felújítás, ami elmaradt. Nagyon pörög az életcsépharaszton, azt kell, hogy mondjam. Igen, tehát nem volt megállás, tehát én minden nap dolgoztam, tehát attól függ, járványhelyzet ide vagy oda, attól függetlenül, hogy maga a járványhelyzet miatti feladatok voltak, akár az intézkedések, na most este megjelent a közlemény, valami 11-re, akkor gyorsan reggel 8-ra elkészíteni ezzel. Tehát ahhoz képest mi attól még ugyanúgy mentek a további dolgok, tehát a fejlesztések nem álltak meg, tehát ezek mind zajlanak továbbra is, tehát úgymond így duplázódott a tevékenység, amivel foglalkozni kellett. Polgármester úr, annak idején, amikor a választás volt, akkor készült egy programmal, hogy mi az, amit szeretne megvalósítani. Nyilván a képviselőtestületnek, amikor megvolt az első ülése, akkor nagyon sok mindent jóvá hagytak, illetve akár ki is egészíthettek, hiszen a képviselőknek is, a megválasztott képviselőknek is voltak gondolatai. Mi a gondolata a cséfharaszti lakosoknak? Mi az, amit szeretnének, hogy fejlődjön? Miben fejlődjön cséfharaszt? Tehát én, amikor a választási kampány volt, akkor én elég sok családot megkerestem, több mint 200 embern jártam személyesen, és akkor én összejegyzeteltem, tehát hogy mi az, ami így, tehát ami a számukra a következő ciklusban fontos volna, és most abból így stigulázok, hogy na mi az, ami megvan. Mi az, ugye az egyik a legfontosabb, tehát amit látok, tényleg a közvilágítás. A közvilágítás az egy alap, ha már vihar volt, nem működött, ha már kiégett egy lámpa, tehát az egy folyamatos problémát jelent. Ugye egy az, hogy a közbiztonság, másik az, hogy a baleset miatt is, tehát az egy komfortot növelő az, hogy tényleg a közvilágítás az ember legyen a településen. Ebben is voltak ráadásul pont elindultak a problémák, folyamatos viharok voltak, szakaszok, fő utca részen nem volt világítás, de ezt már sikerült azóta, ez is egy elég sok leveli váltás a szolgáltatóval, de ez most úgy néz ki, hogy pont került a végére, most még ugye ez fejlesztve is lesz, hogy mert ugyanez, hogy most ebbe a utca részen nincs minden oszlopon, akkor ott legyen fejlesztve. A másik a járdaépítési probléma, tehát a járdával, hogy hiányosak. Na most a Kossuth-Lajos utcán, ahogy említettem, most elkezdtük. Én bízom benne, hogy össze, ha úgy alakul a költségvetés, akkor egy újabb szakaszon tudunk járdát felújítani, és akkor ezzel folyamatosan halad. Tehát minden tehát évről évre mindig betervezünk egy reálisan egyes szakaszt, és szerintem a ciklus végére a Kossuth-Lajos utca az rendben lesz. Bízom benne, a lakosok fogják is tudni használni, vagy fogják is használni, inkább ezt mondanám. Vízelvezető rendszerrel van probléma. Itt, amikor nagy csapadék volt, akkor több helyen állt a víz a kapubejáróknál. Tehát nem arra kell gondolni, hogy most annyira, hogy házhoz megy be, hanem hogy a megközelítése az ingatlannak lett problémás. Itt a Kossuth-Lajos utca, amit említettem, hogy az a legnagyobb gond. Itt a próbálunk a Magyar Közúttal valamilyen kompromisszumos megoldás, hogy akkor akár közösen, vagy valahogy bizonyos kritikus részeit a településnek ezt megoldani. Az önkormányzatnál elkezdtünk egy-egy útszakasznál már árokásás megtörtént. Úgy néz ki, hogy az hasznos is volt, bár volt egy nap, most nem olyan rég, amikor egy óra alatt 30 mm esett le, tehát konkrétan mindenhol állt a víz, de szerencsére, mivel homoktalaj van, cséfrasz, így ez hamar
felszívódott. Na most egy olyan terv van, hogy az ősszel lesz közmeghallgatás falugyűlés, és akkor egy ilyen támpontot adnánk, hogy na mire gondoltunk, hogy mit beszéljünk most át a lakosokkal, és ez lenne az egyik, hogy hol kívánnák azt, hogy legyen a házuk előtt bemosodott az árok, vagy alakítsunk ki árkot, és akkor mi ennek megfelelően akkor a kivitelezővel felvonulnának a gépparkkal, és akkor így egy kalap alatt akkor több utcát megpróbálnánk megoldani, de mondom, itt megint visszatérek csak a Kossuth-Lajos utcára, hogy az egy ilyen hierarchikus, vagy egy ilyen hektikus pont, hogy nem tudunk most ott nagyon mi magunk beavatkozni. Illetve a Kossuth-Lajos utcában még az a másik probléma, hogy nagyon sok autó parkol kint. Tehát valahogy most akkor vagy parkolunk, vagy árok lesz, tehát a kettő együtt azért igen. Nehezen lehet, ha ugye olyan árok lesz, igen, és hát ráadásul majd a közút megmondja, igen, hogy ő mit engedélyez, meg mit nem igen, engedélyez, igen, azért igen. Ezt tudjuk. Illetve mi, akik beszélgetünk róla, azok tisztában vagyunk vele, de én azt tapasztalom, hogy azért a lakosság ezt nehezen érti meg, igen. De hát ettől függetlenül ezt el kell fogadni. Folytass a polgárosítvány. Volt még például az egyik a bankautomata, ami ugye megvalósult, akkor jött ez a csinosítás, fásítás, kicsit úgy hangulatosabb legyen a település, ez is most erre próbálunk koncentrálni, minél többen, jobban összeszedni a szemetet. Tehát összességében azért Cséfaraszton megvoltak az adottságok, hogy az iskola rendben van azért, a óvoda és intézményeink, tehát hogy az esztétikailag ezek rendben lévő építmények, a két, tehát van a szabadidőparkban is lehet játszani a gyerekeknek, van a Petőfi utca végén is egy játszótér, tehát ezek úgy megvannak. Ezek voltak úgymond a fő jellegű problémák, ami úgymond általánosabban több embert érintő. A többi az már inkább egy-egy területen van, ami ott az adott probléma megoldását fogja majd jelenteni. A 2020-ra vonatkozó költségvetést sem volt egyszerű, legalábbis én ezt tapasztaltam így a településeken a polgármesterekkel való egy-egy beszélgetés alkalmával. Nem volt egyszerű összeállítani, és aztán amikor kihirdetésre került a veszélyhelyzet, akkor gyakorlatilag az látszódott, hogy nagyon sok mindent, és ezt megint helyén kell érteni, meg lehet spórolni, hogy elmaradtak rendezvények, hogy ide nem kellett, hogy oda nem mehetett az önerő, mert nem lehet csinálni semmit. De aztán jött egy olyan pillanat, amikor a közösbe is be kellett tenni egy kis pénzt a kormányrendelet értelmében. Tehát mennyire kellett átdolgozni a cséfharaszti költségvetést? Van-e a költségvetésben egy új rubrika, veszélyhelyzet, járványhelyzet 2020 címen, amin mondjuk látszik az, hogy mire mennyit kellett elkölteni? Cséfaraszton, tehát a költségvetést még nem dolgoztuk át, ez szeptemberben lesz, amikor a fél évet fogjuk zárni, szeptember végi képviselőtestületülésen, akkor szoktuk mindig a költségvetést is már úgymond a fél év teljesítéséhez igazítani, hogy mi az, ami megvalósul, vagy nem úgy fog teljesülni. Nálunk egy szerencsénk volt, hogy tavalyról egy 84 millió forint összeggel nyitottuk a úgymond a kasszánkat, ami tartalék volt. Részben amiatt van, hogy a vízművel kapcsolatos vastagító beruházás, ami tavaly elkezdődött volna, az most csúszott, most szeptember 30 lesz a kivitelezés, tehát annak a több mint 30 millió forintos összege az úgymond ott kell lennünk tartalékban, mert az, amikor kész lesz a beruházás, azt ki kell fizetni, tehát egy konkrét szerződésünk hát akkor van. Akkor is marad még testvérek között is 50, jól igen, számolom, igen, 54 millió? Igen, és akkor lényegében olyan jellegű beruházás most az idejében, tehát úgy kezdik a költségvetés, hogy egy 24 millió forintos tartalékkal. Tehát 24 millió forintunk maradt, a többi az ugye itt a napközé a járdáktól kezdve, akár ugyanúgy a víz, mert a falu programhoz még szükséges források biztosítása. Tehát nekünk most három terület van az, ami befolyásolja az idei költségvetésünket. Az egyik az a említett járványhelyzet, ami abban a szempontból ott egy millió forint az, amit már elköltöttünk. Igen, ezt külön kellett megcímkézni, az államkistár kérte, hogy a járványhelyzeti kiadásokat címkézzük meg. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy majd meg fogják nekünk téríteni, de ettől függetlenül külön ki kell mutatni. Ez egy millió forintnál járunk már most így ebbe a kiadások terén. Viszont a másik két dolog az egyik a gépjárműadó, ami egy 7 millió forintot vett tőlünk hát vagyis nem mondtam, hogy vette, hanem lényegében a 100%-ban az államnak kell továbbadni. Ugye eddig 40% nálunk maradt, a többit azt tovább utaltuk az államnak, most az egész 100%-ot tovább kell utalnunk, ez 7 millió forinttal rontja a költségvetési bevételünket, de ugye mivel 24 millió forint tartalék megvan, így úgymond a fedezete ez biztosított.
A következő dolog az pedig a helyi adóztatással kapcsolatos elcsúszások. Május 31 volt eddig a társaságok részére akár a számviteli beszámoló, akár a helyi iparűs adó bevallásnak a benyújtása, és ugye itt szokott lenni egy különbözet. Na most ez elmaradt, ez szeptember 30-ig biztosított, viszont szeptember 15-én ott van a következő másik fél év adóleg fizetés, tehát ott arra majd fogunk tudni számítani. Úgyhogy itt van egy áthidaló összeg, ami szerencsére van tartalék, így biztosította a költségvetési forrás erre az időszakra. Ami pedig most újként van, most nem tudom, a parlament ma szavazta, vagy most várta a szavazása, hogy már most december 20-án van egy a 100 millió árbevétel feletti társaságoknál, van egy, ugye TAO feltöltés volt még korábbi években, azt már eltörölték, de a helyi adóban megmaradt. Na most ugye itt is szokott lenni a nagyobb cégeknél különbség, tehát azt most nekik nem kell megfizetni, az idei évi költségvetésnek a iparűzési adó bevételi oldalából ez hiányozni fog. Ez persze be fog majd jönni jövő májusba, mert úgymond előre töltik fel az összeget, tehát ezekkel mind majd számolnunk kell. Szerencsére azért nem egy olyan jelentős összeg, meg amit említettem, van tartalék, eleve az idei évet is megfelelő tartalékkal terveztük, tehát úgy néz ki, hogy nem kell lemondanunk semmiről sem, amit idénre beterveztünk, meg ahogy említetted is, hogy azért maradnak el programok, tehát a civileknél is, ahogy beszéltük, hogy azért ott is kevesebb összeget kell ráfordítani. A óvodaiskola ütéscsillapítónál is tudtunk megspórolni, tehát azért próbálunk úgy összegeket, akár még egyéb rendezvényeknél is, amiből így stabilan tudjuk tartani a költségvetésünket, mert úgy próbálunk, hogy azért a jövő év a legbizonytalanabb, tehát nem is az idei, mert pont azért, hogy van tartalék, meg a társaságok az idejében még a tavalyi év után fognak adózni. Tavaly egy nagyon jó gazdaság szempontjából egy év volt, tehát inkább majd a 2020-as évet, amit jövőre fognak vallani, meg fizetni, ott lehet majd egy nagyobb törés a társaságoknál, a gazdasági társaságoknál. Tehát jövőre kell nekünk most olyan szinten tartalékolni, hogy a jövő évvel ne legyen probléma, de én bízok benne azért a cségforraszti vállalkozóknál, ahogy a visszajelzések voltak, tehát úgymondva ez a válság állóbb gazdasági társaságok, tehát nem olyan jellegű ipari területen dolgoznak, aminél akár héten, mint egy autóipar esetében. Hát reméljük, hogy ez így is lesz. Polgármester úrral, kedves nézőink, legközelebb majd valamikor szeptemberben találkozhatnak, amikor ezt a bizonyos költségvetést értékelni fogják és átdolgozzák, és remélhetőleg el is fogadja majd a cségparaszti képviselőtestület. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk, és akkor szeptemberben újra találkozunk itt a stúdióban. Én köszönöm szépen, hogy ismét itt lehettem. Kedves nézőink, a műsorunkat természetesen már is folytatjuk, és azt is elmondom majd, hogy mivel.